egyre nehezebb szakmunkásokat találni, értékes programokkal készülnek a gyerekeknek, lövések játszfényszarun, a kormány döntései működnek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 8-án 18 óra 5 perckor. Egyre nehezebb szakmunkásokat találni a közfoglalkoztatott programra, mondta Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója, mert a versenyszféra már elvitte a képzett szakembereket, térkőüzemükbe már nem is találnak kőműveseket. A decemberi időjárás kicsit változatos volt, de a gondnokságnál január 1-től december 31-ig folyamatos a munka. Télen a sikosságmentesítéssel, hó eltakarítással is foglalkozni kell. Karácsony környék időszak egy picit kegyes volt hozzánk időjárás tekintetében, bár ezzel sokan vitatkoznának, mert van, aki a havat várt, ami nem vártuk a havat, mert ilyenkor a sikosságmentesítés és a hó eltakarítási munkák háttérbe szorulnak, és a zárásokat, a záró munkálatokat más területeken jobban el tudjuk végezni. A startmunkaprogram az életünk egyik fontos része. Ezt az elmúlt évben, 2021-ben sikeresen le tudtuk zárni, a programokat be tudtuk fejezni. Igaz, vannak áthúzódó programeleveket, mint például a mezőgazdasági program, vagy a közút hálózat fejlesztésével kapcsolatos program, amely mindig a tárgyévet követő év, tehát ebben a tekintetben 2022. február végéig tart. A hó elolvadt ugyan, de még várható. Tehát várható olyan időszak, amikor hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkálatokat kell végeznünk, amely bármennyire is furcsa és lehet egy kívülállónak nem tűnik nehéz feladatnak, nekünk elég nehéz feladat. Gépparkunk elég üreg, elavult, bár ezeket a gépeket igyekszünk rendben tartani, és idáig sikeresen meg tudtuk oldani a város sikosságmentesítését, és hogyha kellett a hóeltakarítási munkái, mind a közutakon, mind pedig a gyalogjárdákon. Készülni szoktunk mindig arra a lehetőségre is, ha nagyon nagy mennyiségű hó esetleg lehullik, akkor a szállítások is akadoznak, mind a külföldi cégektől nem úgy érkeznek a mennyiségek a hazai depókba, hogy kellene, és a hazai depókból sem tudjuk lerendelni. Természetesen ezért nekünk be kell tárolni, be is van tárolva, körülbelül egy olyan 50 tonna só mennyiség be van most tárolva, amely természetesen nem egyenértékű a asztali konyhasóval. Ez egy különleges útszórásra alkalmas só, ömlesztett és zsákos kivitelbe, és van a minőségi, precízebb szórókkal a zsákosabb kivitelt választottuk, ugyanis ezek nem állnak össze, nem boltozódnak a szóróknak az oldalára, míg a nagyobb, durvább gépeknél ott a ömlesztett sóval szoktuk megoldani a sikosságmentesítést, tehát hogy megnyugtatnék mindenkit, be vagyunk tárolva, de szerencsére a kiszolgálás is már olyan, hogy ha nincs különösebb hóakadály, nincs különösebb akadály annak, hogy külföldről beérkezzen az az útszórósó, akkor 2-3 napon belül ki tudnak bennünket szolgálni. A köztisztasági feladatok, a szemétszedés végzése is napi szintű a köztereken. Ezekkel az emberekkel oldjuk meg, ezekkel a kollégákkal oldjuk meg a sikosságmentesítést, vagy a hóeltakarítási munkálatokat is, valamint a hulladékok összeszedése, mert azért csak kerül hulladék ki a közterületekre, ezeknek a megoldása, és nem szabad elfelejteni, hogy most vannak azok a munkák is, amelyek a belvízelvezetést biztosítják majd a tavaszi olvadás során. Átreszek tisztítása folyamatban van, járják a várost az emberénk, a főcsatornák kotrása most történik meg, ahhoz, hogyha megtörténik az olvadás, megtörténik a esetleg tavaszi nagyobb csapadékmennyiség lezúdulása, zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a város vízelvezetését. Idén 207 fővel tervezik a közmunkaprogramot. Továbbra is problémát jelent a képzett férfi munkaerő biztosítása, ugyanis a versenyszféra pont ezt a réteget vitt el tőlük. Tavaly november óta tervezzük, 207 fővel van engedélyünk a jövő évi közmunkaprogramra. Ez BRL járulékkal együtt egy 400-450 millió forintos
forrás jelent majd a városgondosság számára, a bér mellett természetesen a közvetlen költségek is benne vannak, hajtó és kenőanyagok biztosítása és kísértékű eszközbeszerzés tekintetében is. Nincs még a pályázat elbírálásra, befogadásra került, a hatósági szerződést még nem írtuk alá, de bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ez a pályázatunk is elfogadásra fog kerülni. Ez probléma a térkő üzemnél hatványozottan jelentkezik, ugyanis kőműveseket nem tudnak bevonni a programba, pedig velük hatékonyan, nagy létszámban tudnák végezni a gyártást. Nekünk, ami továbbra is problémát jelent, az a képzett férfi munkaerő biztosítása, ugyanis a versenyszféra pont ezt a réteget vitte el tőlünk. Nagyon-nagyon nehéz olyan férfi, megbízható férfi munkaerőt találni, aki tisztességgel el tudja végezni a munkáját. Viszont ez egy kedvező folyamat, mert korábban fogalmaztak a pályázat kiírói, a közmunka nem cél, hanem csak egy átmeneti állapot, amely a versenyszférába fogja átvezetni azokat az embereket, akik ténylegesen dolgozni akarnak, és ez a ország gazdasága és a város gazdasága szempontjából is jó, mert a versenyszférába ugyancsak nagyobb fizetések vannak. Az, hogy nekünk a közfoglalkoztatási programokat nem úgy tudjuk esetlegesen bevállalni, nem úgy tudjuk pályázatként megpályázni, ahogy korábban szerettük volna, az nekünk hátrány, viszont a ország szempontjából és a munkavállalók szempontjából jobb, mert magasabb bérér, hatékonyabb munkavégzéssel tudják a mindennapjaikat eltölteni. Korábban 2-3 kőművesük is volt, most csak betanított munkásokkal tudnak dolgozni. Kunné Nánási Monikával, a Madarász Imre Egyesített Óvoda általános intézményvezető helyettesével beszélgettünk arról, hogyan indult a 2022-es év a Táncsics körút 19-es számú óvodában. A téli szünet után elég magas létszámban indultak meg a csoportokban a mindennapok. A gyermekek 80%-a itt van és mindennapi tevékenységeket végez. Az elmúlt időszak arról szólt, hogy ugye az otthon megélt élményeket, emlékeket idézték fel a gyermekek közös beszélgetések alkalmával, illetve kézműves tevékenység alkalmával rajzos formában meg is jeleníthették, illetve az új évhez kapcsolódó szokásokat dolgozzák fel az óvónénik által. Jön a farsangi időszak, de a járványügyi helyzet miatt ezt is zárt körben valósítják meg, de minden tevékenységet fénykép formájában dokumentálnak az óvónők, és feltöltik a szülőknek a zárt Facebook csoportba. A farsangi időszak fog hamarosan elkövetkezni az óvodánkban, és hát igen, a járványügyi helyzet miatt ezt is ebben az évben sajnos zárt körben fogjuk megvalósítani, de természetesen minden tevékenységet fénykép formájában dokumentálnak a kolléganőink, amelyek a csoportok zárt Facebook csoportjába felkerülnek, és ezáltal azért mégis valamilyen szinten részeseik a szülők azoknak a tevékenységeknek, programoknak, amik itt megvalósulnak az óvodában. Az elmúlt időszakban ehhez már hozzászoktak a szülők, hogy sajnos ők csak ilyen formában tudtak a programok többségén részt venni. Örülnek neki nagyon, hogy legalább ilyen formában is, de részesei lehetnek a mindennapoknak. Természetesen az jobb lenne, ha itt lehetnének ők is, és személyesen vehetnének részt ezeken a közös programokon, de sajnos most ez van. 34 tanköteles korú gyermek van az óvodában, az oktatási hivatal felé 6 szülő nyújtott be kérelmet, hogy maradhassanak gyermekeik egy évet óvodában, az elbírálás folyamatban van. Ők már ugye utolsó fél évüket töltik itt az óvodánkban, de május 31-ig, amíg a szorgalmi időszakunk van, addig még nagyon sok minden fog történni velük, és ezek az hónapok arról fognak szólni igazából, hogy minél inkább felkészüljenek az iskola kezdésre. Még ilyenkor nem emlegetik az iskolát, csak ha áprilisban megtörténik a beiratás, utána szokta őket izgatni a kérdés. Még nagyon ilyenkor nem szokták emlegetni. Inkább majd május végén, illetve áprilisban, amikor megtörténik a beiratás, és ténylegesen már elmondhatják, hogy őket fölvették egy-egy adott általános iskolába, akkor szokták igazán már elgondolkodni, illetve akkor szokta őket igazán foglalkoztatni a dolog, hogy nem sokára iskolába mennek. Illetve óvodai ballagás alkalmával nagyon sok kisgyerek megkapja az iskolatáskát, és hát ilyenkor már azért csak érzik annak a súlyát, hogy szeptemberben ők már az iskola kapuját fogják átlépni. Most azonban a téli foglalkozásoké a főszerep. A gyermekek nagyon élvezik a havat, igyekeznek velük minél több időt kint tölteni a szabadban, a friss levegőn. Az év óvodája díj is kötelez,
De most az óvoda idén nem írt ki külön tehetségprogramos pályázatot, mert rengeteg olyan program van, amit más pályázat keretén belül őket is érinti. Ilyen lesz májusban a Komázó. A mi óvodánk ebben az évben most nem írt pályázatot, tehetségprogramos pályázatot, viszont rengeteg olyan program van, amit más pályázat keretén belül minket is fog érinteni. Ilyen lesz például majd májusban a Komázó, amely a művészeti programmal dolgozó óvodáknak egy közös projektje egyébként is. Addig még sok foglalkozás lesz, ahol énekelnek, táncolnak. Működik a Biborka Gyermektánc tehetséggondozó műhely, így sok élményhez jutnak a fél évben a kicsik. A Jászfényszarún történt családi veszekedés során használt fegyver nem okozott sérülést. Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint Jászfényszarún egy családi házban veszekedés során lövés dördült. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság beosztottai és a TEK munkatársai a 44 éves férfit a helyszínen, míg 36 éves élettársát egy másik jászfényszarúi házban rövid időn belül elfogtak. A lövés következtében személyi sérülés nem történt. Az esemény során használt fegyvert, ami az elsődleges szaktanácsadói vélemény szerint gázriasztómarok lőfegyver, a nyomozók megtalálták és lefoglalták. A Jászberényi rendőrkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntetelkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. Dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztossal, korábbi földművelésügyi miniszterrel az energiaárak, valamint a rezsiköltségek változásairól beszélgettünk, amelynek egyik oka, hogy földünk lakossága az elmúlt években megközelíthetőleg 1 milliárd fővel növekedett. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, én is üdvözlök minden kedves televízió nézőt. Számos aktuális politikai kérdésről tudunk beszélni. Itt van rögtön az első, hogy február 1-től Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést hozott, és közöttük azt, hogy egyes élelmiszer árak, nyersanyag árak az októberi középi szintre fognak árban maximalizálódni. Mi ennek a háttere, hogyan érinti ez a családokat? Az energiárak emelkedése miatt jelentős mértékben emelkedett a élelmiszerek ára és alapvető élelmiszerek ára, és itt a kormány az emberek érdekében egy nagyon hasznos döntést hozott, egy ármaximalizálás, hatósági árat állapított meg, és én bízom benne, hogy ez egy jelentős segítség. Nyilván ezeket a konkrét termékeket kell keresni a üzleteknek a polcain, de hozzátartozik, hogy voltak más döntések is, például az áfa csökkentés az alapvető élelmiszereknél. Itt azért van egy vita az ellenzékkel, meg hát igazából sok mindent vitatnak, de jobb megoldást ők se találtak ki, illetve túlzó elképzeléseik vannak. Az áfa csökkentés ugye azért volt hasznos, mert az adótartalmat csökkentette, tehát fehérítette a gazdaságot, így magyar munkahelyeket védett, és véd jelenleg is. Ez annak is köszönhető, hogy a magyar élelmiszergazdaság egy saját termelőbázissal rendelkezik, tehát belföldön meg tudjuk oldani a lakossági ellátását. És a adóknak a mérséklése, azok a legfontosabb termékköröket érintő intézkedések voltak. Nyilvánvaló, hogy valamennyi élelmiszernél, ha lehetséges, és nem is biztos, hogy érdemes mondjuk importtermékeknél, tengeri halaknál, luxus termékeknél levinni az áfát, hiszen van ilyen elképzés, hogy minden élelmiszer áfája csökkenjen. A legfontosabb a döntően hazai alapellátásba tartozó cikkek áfája, illetve ármaximalizálása, és aztán kiértékelve majd az előttünk álló néhány hónapot lehet dönteni arról, hogy az intézkedések milyen formában maradjanak fenn, esetleg változzanak. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!